Szombaton 14 órától Győrben lép pályára az Edo ellen a DVTK, az OTP Bankliga 13. fordulójában. A találkozó előtt Kádár Tamást és Bacsa Patrikot faggattuk, mindjárt legelőször arról, hogy mit várnak a mérkőzéstől. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. Győrbe nem mindig jó játszani. Úgy értem, hogy tavaly előtt a Győrnek nagyon erős kerete volt, majdnem mindenkit megtartottak, viszont ebben a bajnokságban annyira nem remekelnek. Viszont ezt nem szabad elfelejteni, hogy a Győr egy nagyon jó csapat, nagyon jó játékosokból áll, úgyhogy én örülök, hogy megint tudunk egy nagy csapat ellen játszani, mert a mai világban ezek a meccsek viszik előre a labdarúgást. Mostanában annyira jól nem megy a Diósgyőrnek. Most a hétközben ugye volt egy magyar kupa meccs, amikor jól játszott a csapat, úgyhogy ezen az úton kell tovább haladni, és úgy gondolom, hogyha mindenki kellően koncentrált lesz, és mindenki tudja a dolgát, akkor nem lehet baj Győrben. Mint ahogy most játszottunk a videóton ellen, hogyha ezt folytatjuk, akkor ellenünk is eredményesek lehetünk, és reméljük, hogy azt a meccset akár meg is tudjuk nyerni, de tényleg mondom, hogy egy jó csapat ellen fogunk játszani, és sokat eldönt majd ez, hogy fogunk kimenni a pályára, és hogyha úgy megyünk ki, ahogy a Dunaújváros ellen a második fél időben, vagy ahogy a videót ellen játszottunk, akkor azt gondolom, hogy sikeres lehet majd a mérkőzés. Hétközben egyaránt búcsúzott a magyar kupától a DVTK és a Győri Eto, azonban míg a Diósgyőr egy kiki meccsen maradt alul a Videótonnal szemben, addig a győriek simán kiestek a másodosztályú Gyirmót ellen. Adhat lökést a Székesfehérvárot látott jó teljesítmény? Nyilván egy vereség az annyira nem túl pozitív, de játékban én azt gondolom, hogy a Videóton fölé nőttünk, és mindent megtettünk a pályán, azt gondolom, hogy többet érdemeltünk volna, és belülről is úgy éreztem, hogy sokkal jobbak vagyunk. És ezt azért át lehet vinni nyilván a hétvégi mérkőzésre a Győr ellen, hogy majdnem egy hasonló erősségű csapat lesz, mint a Videóton, de azt gondolom, hogy ha így játszunk, ahogy ellenük, akkor még abba kell fejlődni, hogy eredményesebbek legyünk, és nem elég az, hogy jól játszunk, és szimpatikus vesztesek legyünk, hanem tényleg pontokat és győzelmet el kell hozni onnan. Ki lehet mondani, hogy Magyarországon a Videótonnak van a legjobb kerete, illetve a legjobb csapata, de én a lelátóról néztem a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy egész meccsen partiba voltunk, jól játszottunk, helyzetket tudtunk kialakítani, sajnos megint elkövettük ugyanazokat a hibákat, mint a magyar bajnokin, mikor Videóton lejátszottunk, ebből kaptunk gólokat is, de ez egy jó felkészítés volt a hétvégi meccse, mert mindenki tudja, hogy vissza kell állnunk megint a nyerő szériánkba, úgyhogy szerintem már a Videóton meccs után már mindenki azon volt, hogy tényleg tudjon megijavítani a csapat, illetve a játékosok, és megint tudjanak győzni, úgyhogy szerintem itt mindenki akarni fogja a győzelmet, viszont nem szabad görcsössé válnunk ezen a meccsen, mert ilyenkor jönnek elő a hibák, úgyhogy tiszta fejjel kell játszani, egy jó taktikával úgy gondolom, hogy sikeresek tudunk lenni. Kádár Tamás hétről hétre a csapat húzó embere, visszakerült a válogatottba, és Bacsa Patrik is megtalálta újból a góllövő cipőjét, egyaránt betalált a két legutóbbi bajnokin, a Paks és a Dunaújváros ellen. Ti is úgy látjátok, hogy felfelé ívelő szakaszban van a pályafutásatok? Úgy gondolom, hogy amióta itt vagyok Diósgyőrbe, most megy a legjobban a játék számomra, viszont ez azért nagyban hozzájárul a csapat is. Hogyha nem lenne itt egy jó csapat, akkor nekem is nehezebb dolgom lenne. Jó edzői stáb vesz körül minket, úgyhogy adott a jó teljesítményemhez ez is. Viszont mindenki tudja, hogy nem Magyarországon szeretnék megragadni. Eléggé optimista, vagy maximalista ember vagyok. Minél többet ki akarok hozni magamból. Mikor hazajöttem Magyarországra, akkor tényleg bennem volt az, hogy ez egy, tegyük fel egy ugródeszka, nagyon sok sérülésem volt előtte. Mióta itt vagyok Magyarországon, a piros lapokat nem számítva, ugye majdnem minden meccsen játszottam. Úgyhogy jó állapotban vagyok, jól érzem magam, tényleg örülök, hogy a válogatottba is vissza tudtam kerülni, illetve kezdőként tudtam játszani az elmúlt két meccsen. Úgy gondolom, hogy fejben nagyon rendben vagyok, és lehetséges, hogy ez miatt tényleg kihatással van a játékomra, jó hatással.
Úgyhogy próbálok kellően koncentrált maradni, és segíteni a csapatot abban, hogy elérjék a céljukat. Igen, azt gondolom, mondjuk nem hagytam a góllövőcipőmet, meg volt eddig is. Elmúlt pár meccsen ugye nem nagyon játszottam, és szerencsére, hogy visszakerültem, amiből góllal tudtam megköszönni ezt a bizalmat, hogy játszok megint, és azért szeretném ezt a tavalyi 8 gólt azért megfejelni pár góllal, úgyhogy még egy kicsit igyekeznem kell, hogy jobban teljesítsek, de nyilván az fontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen, és megnyerjük a mérkőzéseket, de tényleg örülök, hogy most újra elkezdtem rúgdosni a gólokat, úgyhogy nem szeretnék itt megmaradni, hanem szeretném folytatni ezt. Kádár Tamás fél hónap alatt játszott a DVTK középhátvédjeként, a magyar válogatott balhátvédjeként, majd a Diós György középpályásaként. Vannak további ambíciók is? Szerencsés helyzetben vagyok, mert az Isten megáldott engem azzal, hogy majdnem minden poszton tudok játszani. Mondhatni, univerzális játékos vagyok. Viszont tényleg a belső védő szerepben érzem magam a legjobban. De hogyha a mester tényleg, vagy az az edző válogatottnál, illetve a klubomnál azt kéri tőlem, hogy játszok egy új pozícióba, középpályán vagy balhátvédbe, azt kell megoldanom tényleg teljesen 100%-osan. Meg kell értenem azt, hogy nekem az a legfontosabb, hogy játszok minél többet, minél jobban. Most hogyha balhátvédként, középpályásként vagy belsővédőként, teljesen mindegy.